Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a kedves kollégákat. Nagyon örülök, hogy itt eljöttek, hogy meghallgassák az előadásomat, amelynek címe Molecular Farming, vagyis mi mindent termelnek a növények, mi mindent termelhetünk, mi termelhetünk a növényekkel. Ezt a farmingot, ezt szokták PH-val is írni, az már egy továbbfejlesztés az egésznek, amely a pharmaceuticals-re, az angol szóra hajaz, de ez farming, ez a paraszt emberek munkájáról szól, vagyis a mezőgazdaságban dolgozó emberek munkájáról szól, akik növényt termesztenek, ugye a farmerek. A farmerek a növények termesztésével mit tudnak biztosítani a társadalomnak, mit tudnak biztosítani az emberiség. Erről szeretnék az elkövetkezendő közel egy órában igyekszem betartani, hogy ne legyen hosszabb, mint egy óra. Fogok beszélni. A címben benne van az is alcímként, vagy kisebb betűk, hogy a transgénikus növények. A transgénikus növények az egy, hát mondhatom azt, hogy igen csitalanos terület, nagyon komolyan megosztja a társadalmat. Vannak, akik azt mondják, hogy fantasztikus, ez az, vannak, akik azt mondják, hogy ez ördögtől való, ezt minél messzebb kerüljük. Ebben az előadással szeretnék néhány további, néhány újabb szempontot adni a vitázó feleknek, magam is a mellette, a növények használta mellett láncsát törő táborban tartozom, tehát ne várják tőlem, hogy arról fog beszélni, hogy milyen rossz a transgénikus növény. Igyekszem természetesen nem eltúlozni, és nem akarok olyan szint, vagy nem akarok egy olyan véleményt önökre előtetni, hogy transgénikus növény az az egyetlen. Ez kell az emberiségnek, különben hát kipusztul, mert erről szó sincs, semmi nem fehér és fekete. Szóval transgénikus növény. Tehát mielőtt a transgénikus növényről szó lenne, tegyük fel ezt a kérdést, mit termelnek a nem transgénikus növények. Valami hasonlót várhatunk majd a transgénikus növényektől is, illetve talán egy picivel még többet is. De mit termelnek a transgénikus növények, azt gondolom, hogy ez semmiféle olyat nem tartalmaz, amivel önök ne tudnának, főleg azok a kölcsönözők, akik az ELTE biológia szakára járnak, illetve TTK szereztek biológus diplomát, növényélettanból is beszélünk erről, de biztos máshol is. Vannak elsődlegesek, másodlagosak, ez speciálisak, sokféle megosztással, osztálytással lenne, hadd használjam most ezt. Nem biztos, hogy mindenkinek így tetszik, van, aki picit másképpen mondaná, de szerintem ez elég jól megközelíti. Van az elsődleges termékek, fehérjék, szénhidrátok, zsírok, olajok. Ezek ráadásul a fő komponensek, ezek nagy mennyiségben vannak jelen, a növényben már eleve is. Illetve van egy másodlagos, speciális anyagcsere termékek, amik általában kis mennyiségben vannak, de a hatásuk roppant érdekes és jelentős lehet. Ebben talán kevesebbet foglalkozunk a kelleténél, ebben lehet, hogy érdemes volna többet foglalkozni, mert még újabb célokat tudnánk megfogalmazni, például a transzimikus növények alkalmazásával kapcsolatos. Mi van még kis mennyiségben a növényekben? Vannak vitaminok, hát mindazok a vitaminok, amik itt föl vannak sorolva, remélem nem hagytam ki sem. Illetve vannak még olyan anyagok, amelyet nem a növény termel, csak a növényben megtalálható. Ezek az ásványi anyagok, vannak mikroelemek, nagyon mikroelemek, vannak makroelemek. Ezek roppant fontosak a táplálkozás szempontjából. A növény számára is természetesen, most ez egy nem növényelemben előadás, hogy azt elmondom, hogy a növény számára miért érdekes, de az ember számára sok fontos. Gondoljanak csak vasra, szinte mindannyian vashiányosak vagyunk, vagy gondoljanak a cinkre, ami szerencsére talán itt Európában nem akarok, de a világ más területén, ez komoly probléma, fogok majd erről beszélni. Mire használhatjuk a nem transzgénikus növényt, miután kaptak egy rövid kis információt, hogy mit termelnek. A növényeket élelmiszerként használhatjuk. Ma, amikor a fejlett világban az egészséges táplálkozás előtérbe került, akkor számunkra nem annyira az érdekes, hogy legyen elegendő növény, legyen elegendő növényi alapú élelmiszer, hanem megfelelő minőségű legyen. Használok egy olyan fogalmat, hogy rejtett éhezés. Ez még a fejlett országok állampolgárainál is előfordul, hogy a rejtett éhezés valamiből nem kapnak megfelelő mennyiséget.
a minőségi életet, és nem arról akarok beszélni, hogy ne legyen benne, ne legyen permetező szerek, szennyezet, és így tovább, és így tovább, és így tovább, hanem a komponensek, amelyre szükség van az emberi szervezetnek, azok benne legyenek a táplálékban. A következő, amire használjuk a növényeket, takarmányozásra. Nyilvánvaló, állatokat etetünk fel, hogy utána az állati termékeket majd mi elfogyaszt. A takarmányozásnak különösen izgalmas és érdekes a táplálkozást, ami értéke a takarmánynak. Talán a fejlett világban az emberi táplálkozás ez nem annyira izgalmas, de az állatoknál az érdekes. Nem véletlen, hogy a takarmányhoz rengeteg, vagy hatalmas mennyiségben nagy arányban tesznek szóját. A szójában van megfelelő mennyiségű fehér. Az, hogy ez a szója, ez többnyire transzgénikus, az egy más kérdés, ezt én most nem akarom érinteni, nem akarom beszélni. Ipari alapanyagnak is használjuk a növényeket, ipari alapanyagnak is használjuk a növényeket, erről többet most nem akarok, mert nagyon elszik az idő, és a növényeket használhatjuk gyógyításra is, nem csak, hogy használhatjuk, használjuk is. Mondhatnám, hogy év századok óta, vagy talán év ezredek óta használjuk az ember gyógyítása, ismer mindenki azt a mondást, hogy fűben fáradt az orvosság. Ebben kapcsolatosan megosztanak a vélemények, hogy ez mennyire használható, mennyire nem használható. Én azt gondolom, hogy röviden azt mondhatjuk, hogy igen használható, a felhasználás a gyógyítására nem teljesen egyértelmű, hiszen nem csak egy komponens az, amelynek a hatása számít, esetleg a keverésnél problémák lehetnek a dózisa a hatóanyagnak, gondoljanak például a kamillára. Azt mondják, hogy a kamillá, ha mezőműti, sokkal nagyobb a hatóanyag tartalma, mint ha a kiskertben mondjuk megpróbáljuk nevelni ezt a kamillát. Az sem mindegy, hogy milyen talajon neveljük, a nap melyik időszakában takarítjuk be, és itt és itt és itt. Tehát mondjuk ezt nehéz úgy használni egy gyógyászatban, hogy tudjuk, hogy igen, ebből mindig ennyit és ennyit kell beletenni, de nem véletlenül, hogy felraktam ezt a szót, vagy ezt a sort, gyógyításra is használható, mert azt gondolom, hogy a transzgénikus növények is használható gyógyításra. Gyógyító növények. Azt mondják, hogy több mint 120 olyan gyógyszeripari termék van, amelynek az alapanyaga növények, növényi alapanyag. Növényből gyerünk ki, vagy a növényből kinyert anyagot módosítják, változtatják. Ilyen például a fakérek, amelyből az itt látható molekulákat lehet kihangolni. Nagyon érdekes a taxol, ez egy tiszata fajta, a csendes óceán, Amerika csendes óceán partjára nő ez a fa, amelynek a hatóanyaga, a taxol, az rákos megbetegedések gyógyítására is használható. Természetesen ezt nem az kamillához hasonlóan gyógyterápot főznek be, hanem kivonják a fa kérméből. Kilogramm taxol kinyeréséhez 4000 fa kérje kell, és attól félek, hogy ha kérdéből megfosztják ezeket a fákat, akkor ezek a fák elpusztulnak. Tehát hatalmas mennyiségű növényre van szükség ahhoz, hogy nekül mennyiségű taxolt állítsuk elő. Ez szintetikus úrnak is meg lehetne tanítani a növényt, hogy hogyan kell a taxolt előállítani. Az agyába be kellene vinni, az agya nem más, mint a genetikai állománya, a sejtmag genetikai állománya. Az agyába bevisszük az információt, akkor képes lehet más növény is taxol termelésre, képessé lehet. És akkor most nézzük, hogy mi az, amit a transzgénikus növények termelnek. Nyilvánvalóan ugyanazokat termeli, és még pluszban másokat is képesek lehet termelni, amint az előbb elmondtam, de ezek mind valami hasonló alapanyagból, vagy hasonló háttérből jön. Olyan anyagokat tudunk a transzgénikus növényekben termeltetni, amelyhez a növényben jelenlevő vegyületeket, főleg enzimeket föl tudjuk használni. Hiszen ott enzimreakciót játszunk le, ha ezeket megfelelően irányítjuk ezeket az enzimreakciókat, akkor lehetőségünk van megtanítani a növényt arra, hogy termelje más molekulákat és olyan molekulákat, amely az ember számára hasznos. Mire használhatjuk a transzgénikus növényeket? Ugyanazt látják, amit korábban. Ez egy copy-paste, egyszerűen csak kitörölte egy szót, a nemet, itt a transzgénikus növények, ugyanennek élelmezésre is használható, takarmányozásra is használható, alapanyagként is használható, és természetesen gyógyítással. Én magam személy szerint azt gondolom, hogy a transzgénikus növények alkalmazásának egyik
remek lehetősége a gyógyításban való felhasználása, amely ráadásul a társadalmat esetleg meg is győzheti ennek a hasznosságáról, a transzgénikus növényeknek a hasznosságáról. De baj van a genetikai lehetőségekkel. Nem akarok ezt a területet érinteni, nem kezdek el arról beszélni, senki ne érte meg, hogy most egy védőbeszédet mondok a transzgénikus növények mellett, vagy elkezdtem taglalni, hogy mi a társadalom problémája. Néhány diát, aztán három diát, azt szeretném itt felmutatni. Azt mondják, hogy mesterséges ez az egész, szemben a hagyományos keresztezéssel. Nem tudjuk, hova épül be a genoma. Ez problémát jelent, de azt mondom, hogy megoldható. Azt mondják, hogy idegen eredetű géneket is beépítünk a növény genetikai állományába. Igen, építünk be idegen eredetű növényeket is, de ezeket azt gondolom, hogy lehet kézben tartani, és ha például a gyógyszeripari alapanyagok előadásra akarjuk alkalmazni, vagy gyógyításra akarjuk alkalmazni, akkor sajnos kénytelenek vagyunk idegen géneket is fölhasználni. Sajnos nagy probléma, hogy nehéz megkülönböztetni a genetikai módosított és nem módosított növényeket külsőleg, fenotípusosan. Ezzel természetesen ma már sokan foglalkoznak, többek között mi is próbálkozunk, hogy meg lehessen különböztetni. Vannak egészségügyi kockázatai. Én most, amikor az egészségügyben vagy gyógyításban használható transzgenikus növényekről fogok beszélni, hogy egy kicsit rosszul érzem magam, hogy egészségügyi kockázatokról beszélek, holott majd azt szeretném hangsúlyozni, azt szeretném kiemelni, hogy mennyire jól lehet a transzgenikus növényeket fölhasználni gyógyszeripari alapanyagok előállítására, illetve egy gyógyító molekulák előállítására. Beszélek az allergiáról, igen, az allergia egy nagyon fontos kérdés. Megoldható, ha kellő és megfelelő mennyiségű vizsgálatot végzünk el, és megfelelően irányított vizsgálatot végzünk el. És hát ma még nem ismert hatásokról is beszélnek az ellenzők. Az egészségügyi kockázatról a következőt lehet mondani, hogy az USA az mindig egy nagyon-nagyon jó hivatkozás. Ha az USA-ban valamit csináltak, akkor mindenki másképpen néz rá. Ez általában igaz, talán itt a transzgenikus növényeknél nem annyira, de az Amerikai Egyesült Államokban komoly vizsgálatokat foglalnak, vagy végeznek, élelmiszeripari felhasználás, transzgenikus növények élelmiszeripari felhasználásával kapcsolatosan, és azt mondják, hogy az ő tesztjeikben ezek jól szerepelnek. Tehát vannak pozitív eredmények. Van persze más laboratórium, akinek azt mondja, nem, a mi laboratóriumban nem szerepel, jó? A mi vizsgálatainkban ezek elmondanak. A legnagyobb probléma, és ebből nagyjából le is akarom zárni ezt a transzgenikus, nem transzgenikus kérdést, a legnagyobb probléma, hogy nincsenek egyértelmű protokollok, ahogy ezt használják, amelyekkel el lehetne dönteni, hogy igen, ez alkalmas emberi fogyasztásra, vagy nem alkalmas. Hasonlóra gondolkodunk, mert gyógyszeripar. Hogy egy molekula alkalmas gyógyításra, vagy nem alkalmas gyógyításra, ez 10-12 a csoda tudja hány évig tart, biztos van itt, aki jobb információ van nekem, több évig tart, de tudom, hogyha ezen a nagyon szigorú ellenőrzésen az átmegy, és mindenhol megfelel, akkor különösebben már nem kell adnom. Persze még így is lehet problémát, de most nem akarok a problémákról beszélni. De van, itt a legvégén van egy érdekes mondat, nyilván mindenki érti, hogy az a probléma, hogy nem a pozitív eredmények azok, amik az újságok címoldalára kerülnek, hanem mindig a negatív eredmények. És sajnos a negatív eredményeknek egy részét nem igazán, hát nagyon óvatosan kell fogalmazni, szóval olyan kutatások eredményei ezek a negatív eredmények, amelyek nem biztos, hogy teljes kérdékben korrektek, és minden szempontból megfelelnek a korrekt kutatásnak, illetve a korrekt kutatási elrendezésnek. Erről inkább nem is mondok többet, nem szeretnék ebben belebolyódni, és utána valakivel erről vitatkozni. Bemutatom ezt az ábrát. Valószínűleg már többen találkoztak vele, amely arról szól, hogy a genetikai módosított növényeket vajon elfogadnám-e? Elfogadnám a társadalom. Ugye ilyen, hogy társadalom természetesen nem létezik, tehát ez egy statisztika. Megkérdezik az embereket, és azt kérdezik, hogy például elfogadnám-e azt, hogy az állatok produktivitását növelik azáltal a transzgenikus megközelítést használunk, génteknológiai módosítást. Tehát gyakorlatilag a társadalom ezt nem fog.
vagy erre szinte teljes mértékben elutasította. De például van egy olyan kérdés, sokkal tápláló, vagy sokkal táplálkozás szempontjából érdekesebb, hasznosabb növényeket állítsuk elő. Itt az elfogadásnál 68%, és van itt egy nagyon-nagyon szép eredmény, vagy nagyon szép érték, 85%-ban elfogadnám a társadalomnak az olyan transzimus növényeket, amelyek a gyógyításban lehet használni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amire érdemes, sőt, lehet is alapozni, kell is alapozni. Szóval a transzgenikus növényeket elfogadná a társadalom, amennyiben számára egy nagyon fontos előnyt tudna, vagy biztosítana például az egészségesebb élet lehetőségét biztosítana. Mire használható a transzgenikus növényeket? A transzgenikus növényt nem csak a gyógyszeripar tudná használni, és most az elkövetkező néhány diában a gyógyszeripart egy kicsit hagyom, majd később visszatérek erre. Az élelmiszeripar is tudná használni, illetve használhatná a transzgenikus növényeket. Például az egészség megőrzésre. Már mondtam korábban, hogy vannak olyan molekulák, amelyek nincsenek megfelelő mennyiségben az étrendünkben, a táplálékunkban. Ezeket jó lenne, ha tudnánk javítani, tudnánk változtatni, tudnánk ezen változtatni, tudnánk növelni a mennyiséget. Például a vitaminok. Vannak olyan vitaminok, amelyek nincsenek megfelelő mennyiségben a táplálékunkban, vagy az étrendünkben, és nem elsősorban például a C-vitaminok. Gondolok a B-vitaminokra, tökéletes B-vitaminokra. Ehető rost. Hatalmas probléma fejlett társadalmakban, az emberek keveset mozognak, és szuper feldolgozott élelmiszer fogyasztanak. Nincs benne ehető rost. Az ehető rost tartalmat hogyan lehet ezekre növelni? Például a géntechnológiai megközelítéssel, genetikailag módosított növények segítségével, telítetlen zsírsavak. Ezt nem kell hangsúlyoznom, mindenki hallott erről, hogy a telítetlen zsírsavak mennyire fontosak az egészség szempontjából. Elő lehet állítani olyan élelmiszereket, amelynek a telítetlen zsírsav tartalma sokkal magasabb, és ezt nem hozzáadással érjük el, hanem magát a növényt tanítjuk meg arra, hogy hogyan termelje ezeket a molekulákat. Természetesen adalékanyagokat is lehet transzgenikus növényekkel előállítani, hogy a növényekben géntek, ugyanilyen megközelítéssel, ez egy kicsit talán kevésbé félelmetes, persze ugyanazt jelenti. Például színanyagokat lehetne előállítani, vagy különböző íz- és illatanyagokat lehetne előállítani. Az élelmiszerekkel kapcsolatban két fogalmat szeretnék beszélni, a funkcionális élelmiszer, tehát valamilyen funkciója van, valamit pótolni szeretnék, és a biofortifikáció. A növénynek megnöveljük valamilyen hasznos komponens. Milyen biofortifikációs lehetőségek vannak funkcionális élelmiszer előállításra. Vegyük például a rizst. A rizst a föld lakosságának igen jelentős része fogyasztja. Persze mi is fogyasztjuk, de nekünk nem a legfontosabb táplálékunk, mert vannak Ázsiában olyan országok, olyan területek, ahol az embereknek ez az egyetlen táplálékunk, és bizony, ha megvizsgáljuk a rizsnek az összetételét, ez nem igazán jó. Nagyon sok minden hiányzik belőle. Mi hiányzik belőle? Hiányzik belőle például a vas. Hiányzik belőle a cink. Az aminósav összetétele nem jó. Az eszenciális aminósavokban igen szegény. Probléma van, hogy ha van is benne ásványi elem, például a vas cink, ezek kötött formában vannak. Ezt föl kellene tudni szabadítani. Olyan lehetőséget kell biztosítani, hogy fölszabaduljon az emésztő, az ember emésztő rendszerébe. És a vitaminok hiány. A vitaminok hiány. Biofortifikációval, vagyis biológiai úton tudjuk megnövelni ezeknek a mennyiségét, vagyis nem adalékolással, hanem biológiai úton. Ez egy olyan lehetőség a genetikailag módosított növények használatára, amikor a növénynek a növény előnyét a fogyasztó látja. Az eddig előadott és használt, vetett, illetve hát nagyvetés területen elvetett transzgenikus növények inkább a termelőnek jelentett elő. Például ellenállt valaki rovarnak, ellenállt a permetező szerint, és így tovább is. Ez a társadalmat annyira különösebben nem izgatja. Ettől nem lett olcsó az élelmiszer. De amikor arról van szó,
hogy előny a fogyasztónál, mert a transgenikus mögé a biofortifikáció eredményeképpen valamit többet tud, az már igen izgalmas. Például nézzük egy ilyen beta-karotin tartalma is nulla. A genetikai módosított növényekben el lehet érni a 37 mikrogram per gram mennyiséget, sőt ennél még nagyobb értéket is el lehet érni. Egy másik, a forsav. A forsavnak a mennyisége 1 mikrogram per gram. A transgenikus növényekben vannak olyan transgenikus növények, ahol 17 mikrogram per gram. Ez hatalmas változás. Ez nagyon-nagyon komoly hatással lehet a egészséges táplálkozásért, a ezt fogyasztó ember egészségében. És hát van még néhány dolog, például az omega-3 zsírsavak, meg 12%-kal szemben 50%-a fölemelhető a panolában ez a lecce, ha jól tudom. Én, tehát nem csak a ricsről érdemes beszélni, hanem leccéről, kukoricáról lehet beszélni, búzáról, ami az utolsó előtti sorban, ez az amilóz, az amilóz tartalom. Az amilóz tartalom, sorrendben van, de az amilóz tartalom, amely egy ehető rost, amely nehezen bomlik le a szervezetben, ennek a mennyiségét lehetne géntechnológiai úton módosítani. Ugye ez az amilóz, ez itt az amilopektin. Általában az amilopektin van nagy mennyiségben, nagy arányban keményítőben, és ez nagyon gyorsan lebomlik, ez az amilopektin. Azoknak a gabonaféléknek, amelyben nagy az amilóz arány, azoknak a glikémiás indexe nagyon magas. A glikémiás index, ez a cukorbetegeknek rendkívül fontos kérdése, tehát egyrészt a cukorbetegeknél kérdés, másrészt kimutatták, hogyha megnöveljük az ehető rosti tartalmat, az az amilóz molekulák arányát, ennek pozitív hatása van a vastagbél rák elkerülésére is. Tehát ennek a komoly előnye lehet az ehető rost tartalma. De akkor nézzünk egy nagyon érdekes példát, amelyet biztos, hogy mindenki hall, hát ez arany szeretne lenni, de nem tudom, hogy mennyire arany ez a szín, ez a golden rice, vagy az arany szemű rizs. Az arany szemű rizsről már mindenki hallott, az áramlani provitaminját termelő Ingo Botvinus és csoportja készítette ezt a transgenikus rizst, hát hatalmas vitákat váltott ki. Pedig azt mondják, hogy 118 országban jelent problémát, és ez mintegy 140-250 millió gyermeket jelent. Olvastam olyan statisztikai adatot, hogy több 800 ezer gyermek hal meg az A-vitamin hiány miatt. Voltam egyszer egy konferencián, egy újságíró is tartott erről. És azt mondta, hogy az a probléma, hogy akik transgenikus növényekkel foglalkoznak, mindig védekeznek. Miért nem lépnek föl támadalom, hogy ti, akik nem engeditek, hány gyermeknek az életéért vagytok felelős? Most ebben nem akarok belemenni, nem akarok túlzottan szangvinikus lenni. Szóval hagyjuk ezt. Lényeg a lényeg, hogy igenis ezen el kell gondolkodni. Hogyha valaminek előnyei vannak, azt miért nem használ? Volt egy olyan kifogás az aranyszemű rizssel kapcsolatban, hát ennek olyan pici a karotén tartalma, hogy az állítom provitaminjának tartalma, ez nem jelentik. Ebből mázsaszálnak kellene lenni annak a szegény gyereknek, hogy megfelelő mennyiségű állítaminak zusson. Hát ad egy, ez teljesen butaság. Mert nem így van. Kettő. Nem feltétlenül csak ebből az egy forrásból lehet az A-vitamin, pontolják az A-vitamin, megfelelő mennyiség A-vitamin fölvenni. Tehát más növényekből is, vagy más élelmiszerből is lehetne, vagy lehet természetesen akár adagolással is, de létrehoztak egy kettes számú golden rice, illetve más csoportok is foglalkoznak, nem megyek bele a részletekbe, de elég az hozzá, hogy 72 g rizs elfogyasztásával a szükséges A-vitamin mennyiségének a felét már biztosítani tudnám. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép érték, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Tehát a transgenikus növényeket, a rizs például meg lehet tanítani arra, hogy termelje az A-vitaminnak a provitaminját. Ezt már láttam. Következő a vas, illetve más nyomelemeknek a hiánya. Hát először is persze
nem megyek, kellene, hogy a növény fölvegyek, hogy a növényben legyen elegendő mennyiség. Nekem most nem erről kell beszélni, nem növény illetve, ami előadást tartok, hanem a transzgenikus növényekről, illetve a táplálkozásban használhatóságról beszélek. Megfelelő mennyiségű vas legyen a táplálékunkban. Hogyan lehet ezt biztosítani? Például olyan molekulákat express számlatásával, jelesül például a ferritinnek, amely nagy mennyiségben képes a vasat megtölteni a felületét. És ezáltal nagy mennyiségben lesz például a gabonaféléknek az endospermiumában, amelyet elfogyasztunk. Nagy mennyiségben lesz a vas. Ha most, hogy ebből persze mi a bioavailability, vagyis hogy mennyi vashoz férünk hozzá, ami ott van benne az endospermiumban, ez egy következő kérdés. Ugyanis a vasra nem csak a ferritin köti meg, hanem az inozitol foszfát, inozitol 6 foszfát is. És sajnos ez olyan, ez a fitósa, ez olyan mennyiségben és olyan erővel köt, hogy el sem ennyi. De ennek is van megoldás, erre is van megoldás, hiszen van egy enzim, amelyet fitáznak nevezve. Ha a fitázt termeltetek például a gabona endospermium szövetében, akkor ez a fitáz levonja a fitósavat, és a hozzákötődött vas felszabadul és rendelkezésére áll a szervezetnek. Ez mind elérhető transzgenikus megközelítés. Egy másik lehetőség és másik nagyon fontos terület a növények használatának a zsírsav, a megfelelő biológiai aktivitással rendelkező zsírsavok termelése. Ezek a polyunsaturated zsírsavak, vagy VLCFA-nak is ilyen, ez a very long chain fatty acid, amelyben telítetlen kötések vannak, itt három fontos molekulát mutatok meg, az egyik legfontosabb az alfa-linolénsav, vagy ala, ebből indul ki más molekulának a bioszintézise, és az a baj, ennek a molekulának a bioszintézise igen-igen lassú, és mert hogy nagyon bonyolul, nagyon összetett. Ezért nekünk, embernek, aki fogyaszt a növényeket, vagy táplálkozásáról gondolkodik, megfelelő forrásokból kell biztosítani, ilyen például a lemma, de más növényekben és más gyümölcsökben is található, vagy található tengeri állatokban, tengeri állatok májában. Azt mondják, nagyon érdekes, ez nem az, hogy a mája szintetizálja, ezt az állatok által elfogyasztott algából veszi föl, és azért van nagy mennyiségben a májában. Szóval lehet azt is fogyasztani, de aki evett már csupa májolajat, vagy bármilyen tőkehal májolajat, hát annak rettenetes íze van. Szóval az ember nem szívesen eszi, de el lehetne érni, hogy például ezekkel dúsítsuk a táplálékunknak biofortifikáció segítségével. És ebben én le is zártam az élelmiszer részét, még nagyon sok mindent lehetne erről mondani. Tudnék beszélni egy órákon keresztül, egyrészt már csak azért is, mert ez számunk, az nagyon közel áll hozzám, foglalkoztam magam is hasonló dolgokkal, illetve az a csoport, amelyben együtt dolgozom. Az ipar is fölhasználná a transzgenikus növényeket, amelyek speciális molekulákat képesek termelni. Olyan molekulákat képesek termelni, amelyek általában a növényben nincs benne, vagy nem megfelelő mennyiségben van, de ha a géntechnológiai úton módosítjuk a genetikai állományt, akkor eltolhatjuk a reakciókat abba az irányba, hogy a számunkra hasznos, vagy az ipar számára fontos molekulát nagy mennyiségben termeljük. Hát természetesen az ipar, a gyógyszeripar is ide tartozik, a gyógyszeripar számára lehet egy nagy mennyiségben molekulát a területen, de nem csak, hanem a biomassa átalakításában alkalmazható. Gondoljanak a cellulázokra, a különböző levontó enzimek. Például nagyon fontos a bioetanol, illetve a biomasszából kinyerhető etanolnak az előállítása, ennek környezetvédelmi szempontja is vannak, de ebben nem megyek bele. Vannak diagnosztikai célokra használható fehérjék. Ezeket is lehet növényekben termeltetni, például az avidin, amely, ha jól tudom, ez a tojásban van, mert ez a tojás fehérjének egyik alkotóeleme. És itt van egy nagyon érdekes polimerek, méghozzá környezetbarát polimereket lehetne az ipar számára előállítani növények segítségével. Ezek a polihidroxi alkálok, polihidroxi B
butírsav, vagy butirát például, amelyből polimereket lehet előállítani, és ez a polimer lebomlik a természetben, lebomlik a környezetben. Ezt a növény egyébként nem tudja előállítani, ehhez az embernek tudatos nemesítést, molekuláris nemesítést kell végezni, amelynek során megtanítja a növény, hogy hogyan kell ezt a molekulát előállítani, hogyan kell ezt a molekulát szintetizálni. És akkor nézzük a gyógyszeripart. A gyógyszeripar gyógyító molekulákat állít elő, amelyek például molekulákból készít átalakítással. Molekulákból készít átalakítással. De sokszor egyszerűen csak kinyer bizonyos fehérjéket, bizonyos enzimeket, és ezt azután, mint gyógyszert adja tovább, illetve terjeszt. Milyen fehérjéket, milyen enzimeket használ, illetve forgalmaz a gyógyszeripar, vagy állít elő a gyógyszeripar. Hát néhány példa, a tripszin, a trombin, a kollagén. Ezen kívül a gyógyszeripar előállít antitesteket, és ezeket az antitesteket elő lehet állítani a növényekben is. A növényben előállított antitesteket plantibodynak hívják, plantibodies, amit a növények segítségével elő lehet állítani. Elő lehet állítani antigéneket is növények segítségével. Vakcinákat lehet előállítani növényekkel, és nagyon sok esetben ezt még tisztítani sem szükséges, ezek az úgynevezett ehető vakcinák, a növény el lehet fogyasztani, és így fejti ki az az antigén, amely a növényben termelődött, amely tudatos nemesítés során került oda. Ennek az elfogyasztásával vakcinálható az emberek, illetve bizonyos betegségekkel szemben ellenállóvá tehet. Komoly kihívás van a gén növények termesztésével kapcsolatosan. Hatalmas területeken termesztenek ma már genetikai módosított növényeket, és eddig igazából nem tudunk semmi olyan, nincs olyan információ, amely megbízható forrásból származik, amely ellenőrizhető, amelynek utána lehet járni, és bármiféle negatív hatásról beszélnek. Fölreppennek időnként információk, de ezek valahogy nem elég megbízhatók. Eddig nem sikerült ezeket, nem tudták ezeket megbizonyítani. Szóval a transzgenikus növények igenis alkalmazhatók, azt gondolom, erre egy egész iparát építhetünk. A biotechnológia ipar is fölhasználhatja, sőt, már föl is használja a növényeket. A biotechnológia ipar például a fermentációs ipar ezeket a lehetőségeket használja napjainkban. Ezeket a lehetőségeket használja, de már megjelentek az első olyan molekulák, amelyek gyógyításban használhatók, amelyet növényben állítottak elő, és forgalmazhatók. Nem a laboratóriumban, kísérleti körülmények között, hanem igenis rendeltetett forgalomban van megvásárolható a gyógyszertár. Egy érdekes, a gyógyszeripari fehérjék értéke, amelyet a gyógyszeripar használ, és amelynek egy részét növényekkel is elő lehet állítani, ez a szám, ez többször megnéztem, és másodszor, tehát 13 ezer milliárd amerikai dollár. Hát ez egyszerűen nekem befogadhatatlan érték. Szóval, ilyen értékben állítanak elő fehérjéket különböző módszerekkel, tehát használnak föl fehérjéket ilyen értékben a gyógyszergyára. Tehát ez hatalmas módszer. Ebből ki lehet csípkedni biztosan, és érdemes is kicsipni a növények számára olyan fehérjék előállítását, amelyet a növényben érdemesen elvégezni, mint más élő szervezetek. Alternatív megoldás lehet a növény felhasználás. A növény használhatjuk biofermentorként. Ugye a gyógyszeriparban nagyon sok fermentort használnak, ezekben a fermentorok baktériumokat tartanak, élesztőt tartanak, és még egysejteket tartanak, akár lehet állati egysejtenyészetek. Ugye ezek a fermentorok. Ezek mesterséges körülmények, ezek fenntartott, jól ellenőrzött, kontrollált rendszer, amelyek termelnek valamilyen molekulát.
Erre a növény is képes. A növény is alkalmas lehet biofermentornak. Ha ilyen célra használunk egy növényt, ilyen célra termesztünk egy növényt, hogy előállítsa valamit, akkor beszélhetünk biofarmingról, biofarmingról, illetve molekuláris farmingról. Mit is jelent ez a szó? Több dolgot összeszedve minden, azt mondja, hogy a növény nem a növény előállítása a cél, hanem a növényben található molekulának a termelése, méghozzá nagy mennyiségben való termelése. A molekuláris mezőgazdaságban a biotechnológia és az agrárgazdaság, azaz a növénytermelés kombinál, együtt dolgozik, összeműködik, és ennek eredményeként valami teljesen új terméket tud előállítani. És ez a teljesen új termék, ez igen hasznos lehet az emberiség számára. Néhány adatot a biopharmaceutical industry-ból, vagyis a biofermentációs iparból. Ezek az adatok lényeg, de akkor is igen-igen érdekes. 2007-ben azt mondták, hogy a termelési értéknek 10%-át adta már ez a biotechnológiai ipar. 10%-át. Nyilván azóta még nagyobb százalékát adja, már csak azért is, mert az elfogadott molekulák, új molekuláknak a 20%-át állítják elő. Ez egy nagyon-nagyon fontos és fejlődő, dinamikusan fejlődő terület. Még más dolgot is látok, hogy ezt nem akarok felolvasni. Egy még nagyon érdekes. Volt, amikor a kereslet meghaladta megnövekedett a kereslet, de nem volt elegendő, nem tudták elegendő mennyiségben előállítani a szükséges gyógyszert, a gyógyszeripari alapanyagot, mert olyan hirtelen megnőtt a kereslet. Ha fermentoromban dolgozunk, ez azt jelenti, hogy új fermentoromat kell építeni, új gyárterületeket kell létrehozni, új épületeket kell emelni. Abban az esetben, ha növények állítanák elő ezeket a molekulákat, akkor gyakorlatilag egy ciklusra van szükség, amely egy év alatt is akár megtörténhet, de nagyon hogy nagy mennyiségben elvenni azt a növényt, majd ebből a növényből visszanyerni a megfelelő molekulát. Biztos, hogy gyorsabb, mint ipari épületén felhúzni, és azokban fermentoromban működtetni. Azaz, hogy a keresletet és a termelési kapacitást, ez a jó szó, hiányzik el a diáról, a keresletet és a termelési kapacitást kiegyenlítsük. Ez új megoldások kellene, és ennek egyik lehetséges megoldása lehet a növényi biotechnológiai gyógyszeripar, amelyet a Biopharmaceutical Industry helyet magyarította, vagy képezte. A genetikai módosított növényeket stabil és transzienes genetikai módosított növények csoportba hozhatjuk, minket most inkább a stabil transzgenikus növények érdekelnek. A stabil transzgenikus növényeket három részre lehet osztani, de ahogy nézem, igen-igen gyorsan szalad az idő, ezt most el is át is ugrom, nem beszélek erről többet, el lehetett olvasni. Milyen előnyei vannak a növényi biofermentoroknak? Én általában most az elkövetkezendőben a teljes növényről fogok beszélni. A legnagyobb előnye, hogy a természet erőforrásait használja. Nem használ villamos energiát, nem használ tisztított vizet, nem használ a csoda tudja még mi minden, nem kellnek hozzá nagyon komoly gépek, berendezések, nem kell hozzá nagyon szigorú technológiai utasításokat betartani. Igen nagyon hozzáadott érték. Egy gabonaföldről mondjuk be lehet takarítani 4 tonna húzát, egy búzaföldről 4 tonna húzát. Ha úgy számoljuk, hogy 1 kiló húzának az ára 100 forint, a 4500-an megszorzom, az 400 000 forint. Biztos, hogy ennél nagyobb értéket lehet előállítani, ha a búza magjában valami nagyon speciális molekulát tudok termelni, amelyet például a gyógyszeripar később használ. Tehát nagy a hozzáadott érték. Bármilyen egy furcsa oldalon ér a következőnek, negyedik pontnak a biogazdálkodás. Ez a biogazdálkodást is elősegíti, vagy a biogazdálkodás irányában is szoríthatja a farmát, hiszen ezeket a
növényeket nem biztos, hogy szerencsés nagy mennyiségben permetezni, vagy nyakló nélkül permetezni, hiszen nem tartalmazhatnak olyan anyagokat, amely egészségre káros, vagy az egészségre veszélyes. Tehát azt gondolják, hogy ebben gondolkodnak, hogy ebben még vissza lehet szorítani például a kemikáliák alkalmazását, tehát a biogazdálkodás irányába is lehet mozdulni. Csökken a környezeti terhelés, például egy fermentorból hatalmas mennyiségű szennyvíz jön ki. Ezt a szennyvizet tisztítani kell. A gyógyszer, nem tudom ki áll gyógyszergyárban már, a gyógyszergyáraknak, a gyógyszergyár költségeinek komoly részét, hányadát képezi a szennyvizet tisztítása. Hatalmas szennyvíz tisztító bázisokat, kapacitásokat kell kiépíteni. Milyen előnyök vannak még, ha növényben állítunk elő valamilyen molekulát, gyógyszerekben is szempontból hasznos és érdekes molekulát. Igen, nagy a stabilitás. Nagyon nagy a stabilitás ezeknek a molekuláknak. Hosszú ideig lehet állni, különösen akkor, vagy elsősorban akkor, ha például gabona féléket használunk, és ez a molekula nem a gabonafélék levelében, nem a szárában, nem a gyökerében raktározódik, hanem a raktározó szövetében, a szemtermésnek az endospermiumában. Az endospermiumban igen alacsony az enzim aktivitás, tehát nem bonganak le ezek a fehérjék, és hosszú ideig lehet tárolni megfelelő szállítás után, akár évekig is. Ezzel szemben, ha még levélben megfelelődik ez a fehérje, nyilván nagyon gyorsan föl kellene használni, még akkor is, ha megszállít. Vannak olyan problémák, hogy azt mondják, hogy a növényben a poszttranszlációs rendszerek nem azonosak az emberi vagy az állati poszttranszlációs rendszerekkel. Ez igaz, de ez megoldható, ez kivétel. Erről is van egy ilyen, de erre már nem marad időnk, hogy elbeszélj, csak fölvetett. Tehát igen, érzékelik, a tudomány érzékelik, akik ebben foglalkoznak, de van megoldása. Tehát ezeket a csapdákat át lehet ugrani, ki lehet kerülni, meg lehet kerülni a problémáit, meg lehet oldani. Nincsenek szennyeződések. Emberi és állati kórokozókkal nem szennyezettek a növények. Nincsenek vírusok. Vannak ugye a növényi vírusok, de a növényi vírusok emberre nem veszélyesek. Én nem tudok olyan növényi vírusról, amelyik veszélyes lenne az emberre. Ezzel szerintem az állati vírusok, hát igenis komoly veszélyt jelentenek az emberre. És vannak olyan toxinok, persze növényben is vannak, de ez is kivételtő, vagy ezzel is lehet együtt lehet élni, de megoldható ez a probléma. Ez az az idea, amit átudok. Sőt, ezt is átudok. A gazdaságosság. Ezzel az ábrán az olvasható, hogy 10-szer, 50-szer olcsóbban növényt használunk, mint platformot, hogy az angolból átvettük ezt a szót, a növényt használunk a molekula előállítására. Ma azért már ez az összeg, vagy ez az arány kicsit kisebbre tolódott, 3 és 30 szoros, tehát 3-szor olcsóbb, vagy 30-szor olcsóbb mondjuk. Itt erre van egy ábra, ez egy nagyon szép ábra, olyan szempontból érdekes számunkra, hogy látjuk, hogy ha emlős egység kultúrával termelünk valamilyen molekulát, akkor annak a költsége valahol itt van, mikor ezt növényben termeljük, akkor annak valahol itt van, tehát töredék. Más kérdés persze, ha tudjuk növelni a koncentrációt, tudjuk növelni a hasznos molekulát a koncentrációját, akkor azért ezek csúsznak össze, vagy közelítenek egymáshoz, de még mindig van jelentős különbség, tehát valószínű érdemes ezt az iparban kihasználni. Meggyőződésem, hogy ki is fogják használni a készségünket. Az ehető vakcinára. Ugye mondtam, hogy lehet vakcinát, lehet antigéneket termelteni a növényben, és ezt nem feltétlenül kell megtisztítani. Főleg, hogyha a növénynek olyan részében termelődik, amelyet egyébként is fogyaszthat az ember, vagy fogyaszt is az ember, például a szemtermés, a kukorica szemtermése, az endospermikra gondolom esetben, a búza szemtermése, az árva szemtermése. Itt nagy mennyiségben elő lehet állítani, nagy mennyiségben termelhető ez a fehérje, és ezt a fehérjét, vagy ezt az anyagot, ezt a gyógyító molekulát, egyszerűen szájon át be lehet adni az embernek, nem kell hozzá például injekciós tű,
Nem kell hozzá szakképzetet kell, nem kell hideget szállítani, nem kell hűtőkocsiban szállítani, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Hadd mutassak egy példát, lassan közöttek a végéhez. Hadd mondjak egy példát a növényi biofermentumok használatával kapcsolatban. Itt a stabilitás, ez egy konkrét példa, amikor ezt az új DAG-t, ez a beta-glucuronidáz enzimnek a génje, és így termeltették ezt az enzimet termeltették nagy mennyiségben. Aki hallgatott már növényi transzformációt, tudja, hogy ez igazából egy riporter gén is. De ennek az enzimnek van ipari felhasználási lehetősége is. Amikor ezt kukoricában termeltették, akkor a stabilitásáról ezt kellett elmondani. 10-20-on 3 hónapig stabil maradt a kukorica szemtermésében, de mint magas esetben is hosszú ideig stabil maradt. Én olvastam több cikket olvastam természetesen, de olvastam egy olyan cikket is, amelyben azt mondták, hogy akár 5 évig is stabil maradt az a fehérje, amit az endospermiumban tudunk, az endospermiumban expresszálni. És van itt még egy nagyon-nagyon, megragadja a szeret adat, azt mondja, hogy 100 000 amerikai dollár per kilogram áron lehet ezt a fehérjét eladni tisztítás után. Minden bizonyosan sokat kellene dolgozni, de azért ez egy szép nagy szám, szép nagy kereszám. Ha összevetjük abban a 400 000 forinttal, amiről beszéltem, már eladjuk a búzát, amely egy hektáron terült. De nem csak fehérjéket, de nem csak sima, egyszerű fehérjéket, enzimeket lehet termelni a végbe, már említettem korábban, hogy antitesteket is lehet termelni a végbe. A növényben természetesen nem a teljes antitestet termeli, hanem ezt az FAB-val jelzett antigén kötő fragmentet, vagy ennek csak egy kis részét, ezt az SCF-vel jelölt fragmentet, amely a szűrűségű antigen binding fragmentnek nevezünk. És ha ezt termeli a növény nagy mennyiségben, ennek a hatása hasonló a teljes antigénnek a hatásához. Tehát növényekben lehet antitesteket termeltetni. Az első antitestet 1989-ben állították elő. Sietek hangsúlyozni, hogy ez csak laboratóriumi kutatásnak volt az eredménye. Azóta már számtalan fehérjét állítottak el, antitestet, illetve fehérjét állítottak el. Nem fogom végigolvasni, megjegyem a kedves kollégám. Itt egy táblázat, amely arról szól, hogy hányféle fehérjét, nyilván egy sokkal, de sokkal több, hányféle fehérjét állítottak elő, például dohányban, lucernában, búzában, rizsben, dohányban és szójában. És mire lehet ezeket a fehérjéket felhasználni? Például itt van az első, azt mondja, hogy a fogszúvasodás ellen használható az a fehérje. A fogszúvasodás ellen egészen elképesztő. De vannak itt rákos betegségben szenvedő kezelésére alkalmas, gyógyítására alkalmas molekulák is. Vagy van olyan, hogy a vastagbélrák ellen használható. Vastagbélrák gyógyítására használható, vagy herpes szimplex vírus okozta megbetegedéseket lehet gyógyítani ezekkel a fehérjékkel. Igen, ezek antitestek, ezt elfelejtettem mondani. Itt van a következő ábra, a sorrendet egy picit megkevesztem, nézzék el nekem. A következő ábrán a fehérjékről van szó, tehát csak fehérjékről beszélünk, amelyet növényekben állítanak elő, és mi minden célra. Például előtte van olyan fehérjék, hogy növekedési hormonokat. Vagy olyan fehérjéket, amely hepatitis kezelése alkalmas. Vagy éppen olyanokat, amely a HIV terápiában alkalmas, hogy az egy hónapokban esedékes következő előadásra is utaljon. Tehát fehérjéket növényben állítanak elő, növényi biofermentorban, és ez gyógyításra használ.
következő az ehető vakcina és elfelejtettek a végére éve. A vakcinációt azt már nagyon régóta használják. Nem megyek bele történelmi áttekintésbe, ők is nagyon jól tudják, hogy ezt nagyon-nagyon régóta használják. Lehet többféleképpen beadni az embernek, hogy kialakuljon a védettsége. Az egyik legnagyobb problémát, az a has, problémát a hasmenés okozza. Például a kolerának az a fertőzés. Mi foglalkozunk ebben a kérdésével, hogy egy kutatási projektben vettünk részt, amelyen kapcsolatban következő lehet. A molekula, az a fehérje, komplex molekulának két része van. A komplex molekulának két része van, van egy A alegység, és van egy B alegység. A B alegység az, amelyik nem veszélyes az embernek. Ha ezt a B alegységet expresszáltatjuk a növényben nagy mennyiségben, például az endospermiumában, és utána ebben a növényi származik, vagy a növényi szövetben, az endospermiumban őrölt rizssel megetetik az embert megfelelő mennyiségben, megfelelő dozírozással, akkor kialakul egy immunválasz, és védetté válik a kolera betegséggel szemben. De olyan esetben, amikor nem olyan régen volt, talán Hawaii-on vagy hol volt egy nagy áramlás, és utána a kolera pusztított, a kolera felütötte a fejét. És gyorsan kellett nagy mennyiségben szállítani oda a morfinot. Nem volt elegendő oltóanyag, nem tudták beadni, nem tudták injekcióval beadni ezeket. Milyen hasznos lenne, hogyha már létezne, már engedélyezett lenne az a növény, amely termeli az antigént, és ezáltal immunitást lehetne kiváltani a növényeket. Erről az általában, vagy ezt a táblázatot azért mutatom a kedves kollégáknak, hogy lássák, hogy milyen hatalmas számban állítottam már elő vakcina fehérjét, vagy antigént, amelyet gyógyításban lehet alkalmazni. Csak néhány dolgot. Itt a kóli átalakozott hasmenés ellen használható, a hepatitis B vírus ellen, a Norwalk vírus ellen, akkor mi van, egy száj és körülfájás ellen, és vannak itt olyan betegségek, amelyek például a szexuális úton terülő betegségekkel szemben is lehet előállítani gyógyszer alapanyagot, amit a gyógyszeripar késekben fölhasznál. És legeslegén egy példát szeretném mutatni. Növényrészletünk biofejlőkból transzgénikus mogyoróban van szó. Transzgénikus mogyoróban állítottak elő termeltettek antigént. Háromféleképpen lehet ezt termelkezni. Az egyik, hogy a sejt citoplazmájának termelődik a fehérje. A sejt citoplazmájában termelődik a fehérje az összfehérjének 0,2%. Ha a kloroplasztizban termeltetett, ott nagyon nagy mennyiségben lehet ezt termeltetni. Elérhetjük a 20%-os értéket is. Ha a szemtermésben, illetve a földgondolom az, hogy magban a fehérje tartalom 1%-ra, az összfehérje tartalom 1%-ra. Egy hektárból begyűjtött mogyoróban az első esetben 56 g fehérje, hasznos fehérje. A második esetben, a harmadik esetben is közel azonos, 5,6-5,8 kg fehér termelzi. Hatalmas ugrás. És itt ez ami megjelenik, hogy hány adag gyógyszer lehet ebből előállítani. Egy hektáról begyűjtött transzénikus mogyoróból 1125-1170 millió adag gyógyításnak alkalmazható pirulában, nem is tudom, mit lehet előállítani. Tehát egy hektáról olyan mennyiségben lehet ezt a fehérjét leszületelni, lealakni, amely kb. 1100 millió gyógyszer előállítására alkalmas. Én azt gondolom, hogy
végén gyorsan és technikusan, de talán mégiscsak sikerült bizonyítani, sikerült bemutatni a kedves kollégáknak, hogy a transgenikus növényekben lehet termelni olyan molekulákat, amely az ember számára, amely a társadalom számára hasznos lehet, amelyet felhasználhat az élelmiszeripar, felhasználhat az ipar, mint olyan, egy sokkal szélesebb terület, és felhasználhat különös tekintettel a gyógyszer. A gyógyszeripar előtt szerintem még fantasztikus lehetőségek állnak, illetve a biopharmaceutical industry, vagyis hát a gyógyszeriparnak az a része, amely a növény alkalmazza gyógyító molekulák előadására, ennek még igen-igen szép jövője van, és csak éppen, hogy elindult. Már átlépünk ugyan a kapun, vannak már eredményeink, vannak forgalomban kapható gyógyszereink, de biztos, hogy ez egyre, biztos, hogy egyre több és több pozitív példát lehet majd elmondani az évek során, hogyha köszönöm szépen!